elmúlt időszakban bűnügyi szempontból vagyarendelmi bűncselekmények közül egyet szeretnék kiemelni. Ehhez kapcsolódóan persze több eljárás is indult. Ez egy szabálysértési értékhatárt meg nem haladó üzletszerűen elkövetett csalás vétség elkövetése miatt indítottunk eljárást. Sajnos nagyon-nagyon klasszikus a körülmény. Internetes kereskedelmi oldalon megrendelünk egy kedvezőnek, általunk kedvező árban meghirdetett általában mobiltelefonok ezek az eszközök. Megadott bankszámlaszámra előre elutaljuk az összeget, itt ebben az esetben egy 50 ezer forintról beszélünk, majd nem érkezik meg a várva várt készülék. Én azt mondom, hogy mindig legyünk körültekintőek és óvatosak, tehát amennyiben lehetőség van rá, olyan oldalon vásároljunk, ahol esetleg a kereskedőt, tehát az eladót azt le tudjuk valamilyen formában informálni, tehát van olyan hirdetési oldal, egy kereskedelmi oldal, ahol véleményt lehet írni ugye ezekről a személyeknek a megbízhatóságáról, ezeket mindig vegyük figyelembe, mert hanem akkor adott esetben pórul is járhatunk. Ezt az egyet emeltem ki, de egyébként több is történt az elmúlt két hét folyamán is. Az elmúlt két hétben a kollégáim közlekedési bűncselekmények miatt indítottak több eljárást, illetve vontak eljárás alá több gépjárművezetőt, ittasan követték el, ittasan közlekedtek, ittasan vettek részt a közúti forgalomban. Augusztus 17 és 20-a között 6 gépjárművezetővel szemben intézkedtek kollégáim. Ezek nagyobbik része az esti éjszakai órákban történt, tehát este 7-8 órától 23 óra éjfél magasságáig, illetve a hajnali órákban, tehát megváltoztak ugyan a jogszabályok az ittas járművezetése, de ez a nem gépi meghajtású járművekre vonatkoznak, tehát a gépi meghajtású járművekre vonatkozó szabályok ittasság szempontjából nem változtak, ezt azért ne felejtsük el. Az elmúlt időszakban két közlekedési balesetről tudok beszámolni. Az egyik az könnyű sérüléssel zárult, a másik a sajnos tragédiával. Az egyik baleset az augusztus 14-én 17 óra körüli időben a Hajdúszoboszló elkerülő 4-es számú főútvonal szakaszon történt. Az történt, hogy eddig tisztázatlan körülmények okok miatt Debrecen irányában haladt egy személyi kocsi két utasával. Áttért a kanyar előtt, áttért a menetirány szerinti baloldalba, és itt frontálisan ütközött egy tehergépkocsi vezetőjével, sajnálatos módon a személygépkocsi vezetője, a mellette utazó felesége és a hátulutazó kis gyermek is életét veszítette ebben a balesetben. Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy amennyiben közlekedünk, akkor mindig az legyen a cél, hogy lehető legbiztonságosabban tegyük azt meg, és a cél az, hogy megérkezzünk a úti célunkhoz épségben, úgyhogy ne történjen tragédia, ezért nem árt a fokozott körültekintés és óvatosság. Már most lassan letelik ugye a nyári szezon, úgymond a vakító napfény, a hatalmas kánikula ugye erejét veszítette, vagy kezdi erejét veszíteni, tehát ilyen zavaró körülmények nem lépnek föl, azonban az időjárás változékonysága, a frontok jönnek-mennek, egészségügyi szempontból ez befolyásolja a vezetőnek a vezetési képességét, ezért felhívom figyelmet mindig, hogy mindig az lebegjen a szemünk előtt, hogy balesetmentesen és biztonságosan közlekedjünk. Augusztus 14-én 15 óra körüli időben történt egy közlekedési baleset. Ez a Hajdúszoboszló József Attila utca és a Böszörményi út keresztődésében történt. A Szilfákhalja utca felől a József Attila utcán haladt egy személygépkocsi, a Böszörményi út keresztődésébe érve az elsőbségadás tábla kötelező hatályának eleget tett, azonban nem volt kellően körültekintő, mielőtt behaladt a keresztődésbe, és a Böszörményi úton neki jobbról érkező segédmotoros kerékpárral összeütközött. Szerencsére, mivel feltehetően alacsony sebességgel közlekedett a személygépkocsi vezetője, így 8 óra belül gyógyuló sérülésekkel megúszta a segédmotoros kerékpár vezetője. Egyébként mind a két személy hajdúszoboszlói lakos volt. Szeptember 1-én ismét becsengetnek az iskolákban. Ez a tény, mint általában az előző évekhez hasonlóan, különös feladatot jelent a rendőrök számára, a kollégáim számára. Itt a
szeptember hónapban általában kiemelten ellenőrzik az iskoláknak a környékét, főleg a két időszakban, hogy az iskolában érkezés, iskolában való távozás miatt ennek egyetlen egy apropója van, megpróbálják megelőzni a közlekedési baleseteket, illetve a bűncselekményeket, próbáljunk segítséget nyújtani az iskolák környékén megnövekedett forgalom lebonyolódásában, illetve abban nyilván, hogyha szükséges, akkor akár forgalmat is tudunk irányítani, illetve hát beavatkozunk, hogyha olyan közlekedési szituáció lép közbe. Nem szabad elfelejteni, hogy a kicsi nebulókért elsősorban a szülők felelősek, tehát a szülőknek felhívom a figyelmét arra, hogy gyermekeink előtt elsősorban mi vagyunk a példaképek. A mi közlekedési morálunk, közlekedési magatartásunk például szolgál az ő részükre is, tehát nem az ő érdekükben, nyilván saját érdekünkben is, de akár egy ilyen szempontot is figyelembe véve tartsuk be mi is a közlekedési szabályokat, akár kerékpárral, akár gyalogoson, akár gépjárművel közlekedünk. Ezzel kvázi példát is mutatunk a gyermekeinek, megmutatjuk, hogy hogyan kell helyesen közlekedni, hiszen főleg egy első osztályos gyermek igazából egyelőre nem is megy iskolába, közlekedési szempontból és egyik más szempontból is természetesen meglehetősen tapasztalatlan. Nem árt esetleg felhívni a figyelmét, hogy hogyan is kell közlekedni, legalábbis egy-két szabályt kiemelni, hogy gyalogosan hogyan kell az úttest, járdán hogy kell közlekedni, úttesten hogyan kell áthaladni, kijelölt gyalogos átkelő helyen hogyan kell közlekedni, mire kell figyelemmel lenni. Ezzel kapcsolatban felhívnám természetesen a gépen vezetőknek is a figyelmét arra, hogy az iskolák környékét még az egyébként is elvált óvatosságnál is óvatosabban, tehát fokozott körültekintéssel és óvatosan közelítsék meg, ne történjen közlekedési baleset, segítsük az iskolában érkező, iskolából távozó gyermekeknek az úttesten történő áthaladását, hogy ne történjen baleset, legyünk türelmesek.